Ebben a mostani videóban arról lesz szó, hogy hogyan tudunk megszabadulni a fogkőtől, és mit tehetünk azért, hogy később se alakuljon ki. Szeretettel köszöntök mindenkit! A fogkő egy halványsárga színű, elmeszesedett slime, ami tele van baktériumokkal. Ez a módja annak, ahogyan a baktériumok túlélnek a szervezetünkben, kálcium plakkokban rejtőznek el, nem csak a fogaknál, de például az artériák belső falán kialakuló kálcium lerakodásokban is megbújnak. Ez egyébként a természetben is így van. Ha vettél már a kezedbe követ a patakból, vagy léptél patakban nagyobb kőtömbre, biztos emlékszel, hogy a kő felszíne ilyen slime-szerű volt, na azok is baktériumtelepek. A fogkő nagyon káros az ínyre és a fogat körülvevő szövetekre, mert a benne és a felszínén megtelepedett baktériumok, és egyébként kevés gomba is, állandó gyulladásban tartják az ínyszélt, azaz fogin gyulladás, nagyobb mennyiségben pedig rossz leheletet is okoznak. Ezek a baktériumok és gombák imádják a szénhidrátokat, a cukrot. Ha elszaporodnak, szénhidrátot erjesztenek a szánkban, és általában, mint a legtöbb erjedés, ez is tejsav képződéssel jár, tehát a szánk pH értékét savas irányba tolják el. A savnak pedig megvan az a tulajdonsága, hogy kálciumot vonjon ki a fogakból, így károsítva a fogakat, növelve a fogszuvasodás esélyeit. Az első lényeges lépés, ha azt szeretnénk, hogy minél ritkábban legyen fogkövünk, vagy akár sohasem, hogy lecsökkentjük a cukor, a szénhidrát bevitelt a táplálkozásunkban, mert így a baktériumok nem kapnak enni, tehát nem tudnak szaporodni és megtelepedni. Az egyik közös tulajdonság az Egyiptomban feltárt múmiákban, hogy szinte mindegyiknek a foga nagyon rossz állapotban volt, tehát a fáraók fogai tele voltak szuvasodásokkal, ami minden bizonyal rengeteg kenyértől, sörtől és édes gyümölcsöktől volt, amit ugye fogyasztottak, ettek. Ha belegondolsz, nem nagyon vannak olyan fáraó ábrázolások, ahol a fáraó mosolyog, mert elég csúnya lett volna, hogy a gírbe-gurba szuvas, romlott, hiányzó fogakkal ábrázolni őket. A xilit más néven a nyírfacukor baktériumellenes hatásokkal rendelkezik, konkrétan képes gátolni a baktérium telepek kialakulását, tehát a baktériumok megtapadását. Öblögethetjük rendszeresen a szánkat vízben oldott xillittel, de vannak xillit tartalmú rágógumik is. Ha öblögetünk, adjunk hozzá baktériumellenes fűszereket és gyógynövényeket is, például cseppek vagy olajformában. A legjobbak a rozmaring, a szegfűszeg, a kakukkfű, az oregano és a fahéj. A K2 vitaminnak az egyik fontos szerepe, hogy a kálciumot megfelelő helyre irányítsa, tehát hogy a kálcium a csontokban és a fogakban tárolódjon el. Ha gyakran vannak fogköveid, nagy valószínűséggel alacsony a K2 vitamin szintet, tehát a rendszeres pótlásában is gondolkodhatunk. Célszerű a K2-t D3 vitaminnal bevinni, és olyat szedjük, amely MK7-es K2-t tartalmaz, mert a kapszulákban ez a természetes forma. A NAC, azaz az N-acetilcisztein egy baktérium biofilmgátló vegyület. Erre a vegyületre egyébként szükség van a testünk egyik legerősebb antioxidánsának, a glutationnak az előállításához is. A NAC-ot kapszula formában tudjuk pótolni, és célszerű naponta 2-3 alkalommal fogyasztani belőle. Nem kell étkezéshez kötni, bármikor be lehet vinni. Ha nincs elegendő C-vitamin a testünkben, a kollagén képződéssel gondok lesznek. Kollagén kell ugye az ínyszövetek és a fogszövetek felépítéséhez is. Tehát ha kevés a C-vitamin, a fogkő következtében sokkal gyorsabban károsodnak a fogaink, így a baktériumok nagyobb eséllyel teszik tönkre őket. A C-vitaminra mindezeken túl nagy szükség van az immunrendszerünknek is, hogy megfelelő hatékonysággal fedje fel a küzdelmet a kórokozókkal szemben, tehát ha folyamatosan van elegendő C-vitamin a testünkben, a baktériumok kisebb valószínűséggel tudnak fogkőtelepeket kialakítani a fogak felületén. A szánkban normál körülmények között sok milliárd baktérium él, sőt valójában a vastagbél után a szánk a legbaktériumdúsabb hely a testünkben. Ha fog problémáink vannak, nagy eséllyel felborult a baktérium egyensúly a szánkban, amit magas prej és probiotikum tartalmú ételekkel tudunk javítani. Ezek közül a legjobb, talán már kitaláltad, nem lesz meglepetés, igen, a savanyú káposzta.
A káposztával két legyet ütünk egy csapásra, mert nem csak hasznos baktériumokat tartalmaz, de kiváló C-vitamin forrás is egyben. És végezetül vannak kiváló otthon elkészíthető fogkrém receptek is, amelyekkel kezelhetjük a fogakat kívülről. Mondanék egyet, amit én is kipróbáltam. Egy kis üveg tálkába vagy pohárba tegyünk bele 1/4 teáskanál 3%-os hidrogénperoxidot, ami kb. 1,25 ml-nek megfelelő mennyiség. Adjunk hozzá 1/4 teáskanál szódabikarbonát, és 1/4 teáskanál nyers mézet, vagy manuka mézet. Öntsük bele kevés vizet, majd keverjük hozzá egy vagy akár több fűszer vagy gyógynövény illóolajat. A legjobbak a kurkuma, a szegfűszeg, a fahéj és a borsmenta. Ennek a fogkrémnek az összetevői egyáltalán nem testidegenek számunkra, mert mind a szódabikarbonát, mind a hidrogénperoxidot a saját szervezetünk is előállítja. A szódabikarbonát, vagy más néven a nátrium-hidrogénkarbonátot a testünk a savak semlegesítésére használja, a hidrogénperoxid pedig természetes módon többek között a szánkban is előfordul. Hidrogénperoxid a nyers mézekben is előfordul, a manuka mézben pedig egyéb erőteljes baktérium ellenes vegyületeket is találunk. Manuka méz nagyon hatékony fog problémákra. Annak ellenére, hogy sok cukor van benne, akár közvetlenül rá is kenthetjük a fogainkra, a fogínyre, úgyis hatásosan pusztítja a baktériumokat. Ehhez kapcsolódóan következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit korábban készítettem a fog problémák megelőzéséről. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!